Hello, hello, sziasztok, hello. Kicsit késtem, bocsi. 10-ig megy a stream, úgyhogy ja. Nézzük, hogy miből kell ma dolgozni. Na. Ja, és mi van, nem megy a izé? Valé? Szerintem, az lenni. Na, kerestél? Hát Dominik kezébe nyomtam a gyereket nagy nehezen. Kerestél? Ja. Mondjad, miben tudok segíteni, mondjad. Most semmi, csak felhívtalak. Ja. Ja, baj, Dominik, mit sírsz? Mi van? Mi van, nem fogod még gyereked életébe soha, vagy nézni? Nem. Szegény. Na, mi van, Dominik? Itt hagyjalak? Pelenkát ott tudsz cserélni, ott van a babágy mellett a pelenkázó, a pelenka szekrénybe, szia, mentem. Hello! Szegény! ja, mi úgy csinált Melu? Nem, most keltem. Azt mondják. Most keltem fel, most jöttem le tőled. Kb. Egy perccel. El kéne menjek erre a box valamire, meg kéne nézni. Nem, nem kéne. Véletlenül olyan helyen találnak el, akkor biztos, hogy... De én nem verekszem. Ja, csak meg akarod nézni? Nézni, aha, igen. De csak az a baj, hogy valakinek akkor vigyázni kell a babára. És csak betesszük a kocsiba. Más a és környezet. Nem hagyjuk ott. De más a környezet, mondom. Mondom, mindig el vagy? Remélem sír, mindjárt kezedbe, mint egész éjjel. De jó lenne. Nem többször visszaaltattam, szóval. Fölkeltem rá, ilyen is úgy, hogy... Hangosan beszél. Felengedsz? Ebből itt vagyok, csengetek. Nézd meg a Dominikot, hogy fogja gyerni. Jó. Na, akkor babázunk egyet. Jó lesz ez, nem lesz ez, egy gond. Szia! Szia! Nézős! Most keltem, mert fáradt voltam. Nagyon. Szia! Dominik ott áll fent a lépcsőn és tartja a gyereket és nem mer mozdulni. Ja, Istenem! Jövök, Dominik, megmentelek! Ne vegyd meg, ott fogja, gyere! Hát az a baj, nem akarom nézni, mert lehet, hogy szörnyűt hallnék. Nem, ringatja, tök aranyos. Nem, de nem. De nem, ott van még mindig. Mizu, nem megy? Szia, Dania, szia. Nem veszem el tőle, csak simogatom. Szia. Nem keltem fel. Én adtam vissza egy csomó szó szerinted. Hagytam anyukát adni. Ne lépj majd a hangos orrája. Bocs. Hát föl kell, nem tudok mit csinálni bele. Adj ide. Nem tudom, hogy nem vagy, nem tudok velem beszélni. Most fúra, Muni. Nem tudom, hogy nem vagy.
Még egy órát átcsolok, Kacita, gondolom. Szegény. Nem, hát add át, ha akarod, hát most. Hát a személy, hát. El vagyok én vele. Na. Inkább vedd ott a jó. Jó, én óvatosan, jó, nyugi. Jó, itt átnyúlok a fej alatt, így óvatosan átveszem, így még meg, gyere törpe. És én simán megmerem fogni a babát, meg minden, érted? Na, pipa pityú. De jó, ki kell menjek a vadászat, biztos nem megyek ki. Megmondom, hogy szültem, nem érek rá. Halló? Istenet, persze. Hát, az a baj, hogy nem tudom, hogy vannak-e kint, mert legtöbb esetben, hogyha, vagy is mondjam neked, mint tegnap is például, hogy kisé írták, hogy itt vannak, de kint voltak. Amúgy ezt se értem. És ezt csinálják az új kollégák, hogy kint vannak, de rohadtul nincs kiírva, amit amúgy nem is értek. Hát, nem tudom, hogyha... Köszi. Vigyem magamhoz, addig a babát? Mert te így ráérsz? Én rá. Hogy a viharba érsz rá ennyire? Én nagyon ráérek. Annyit kérek, hogy... Nem merek lőni a kezembe. Nem adom a kezedbe, de hogy adom? Ne. Jaj! Hadd babázzak! Az a baj, nem tudom megállni. A Ryan eleget babázik. Hát én amúgy eleget babázok tényleg. Tényleg, ha itt akarsz hagyni, akkor nem tudom, ez kicsit indiszkrét kérés, de érted, mire gondolok. Szerintem. Csoda. Hát hagyj itt tejet, akkor így mondom, jó? Hogyha itt akarsz hagyni, én vigyázok rá. De 5 perc alatt visszaérek. Ja, nekem az is jó, akkor mennyi? Éhes nem lesz. Éhes nem lesz, tuti? Tuti fix. Mikor eltetted utoljára? Most, amikor felkeltem. Jól van, akkor. Mert arra keltem föl. Itt megvárlak. Menjél csak. Lehet, hogy nem megyek. Azért ülök. Jó van. Csak mondtam, hogyha szeretnél menni valahova, menjél nyugodtan. Vigyázzok a kis kapekre. Meg rám mered bízni. Mondom, rám mered bízni. Mert hogy tudod, hogy... Ja. Ja, nem azért, csak hanem azért, hogy én tudom, mit kell csinálni, ennyi. Hú, most benn van a Gabriella sufniba, most lehet oda tudnak, hogy én meg tudnám baszni. Mennyi? Nem kéne verekedni, ugyebár? Nem. Nem kéne verekedni. Pedig úgy megverném. Elhiszem.
De nem kéne. Azt még engem hordanak-e mindennek a rejnáik, amikor ez a nő meg azt csinálja, hogy van a fia, azt közben más csávónak rázza a picsáját a sufniba, meg azt mondja, hogy elmenne vele egyre. Na, hát passzom. Elmenne csillagokat nézni. Mi? Elmenne csillagokat nézni. Na, érted? Jaj, Google, meg gép, baszki. Na, mindegy. Mert nekem is kell venni ilyen kengőgudat, azt akkor közben tudok csinálni bármit. Jó van, hát ha elmész, azt hozom. Hát igen, azért mondom. Azt te is kell lesz, tudom. Tudod, méreteket venni. Persze, ilyen. Értem, értem, mert nem kell szabni. Ahogy nem. Ha persze, akkor nem kell kezedbe fogni. Na, hát na, igen. Neked is veszek. Most megvárom még a Pityó visszahív, akkor gyors kimegyünk a vadászathoz, kimegyünk a P1-jel, gyorsan. Ha nincs ki, és nekünk, akkor kimegyünk, kiszolgálni. És akkor utána megyünk. Aha, hát de ha ezért el kéne menni a box match-re. És mivel én vigyázzak a babára, az én nem mehetek. Nem baj. Nem is nagyon akarok amit. Hát a 8-kor kezdődik. Igen. Nekem meg majd 10-kor el kell menni kicsit pihenni. De utána meg fogjuk a rakmügé. Jó? Jó, hát amúgy én meg tudlak tanítani, hogy hogyan fogod a babát meg ilyenek, mert azért csak pasi vagyok. És ugye bármi másképp állunk a dologhoz. Nem nehéz amúgy egyet adál. Úgyhogy... Jó. Jó. Csomizlak. Megyek, cserélek neki pelusnál, hogy érzem, kicsit álmába bekakadtott. De nagy alvások közepette. Aha, az amúgy jó. Már akkor nem sosem kellene. Az nagyon jó. Futás. Igen? Gyere bele. Jövök. Én már vanok. Tudok szaladok. Jaj, jó. Ja, most már lehet? Jó, oké. Okay. Nem, nem, de... Na mindegy. Ó, baszki. Jó. Jogi, betakarlak itt a pulcsimmal. Be kellett takargassam a pulcsimmal, fújt a szél. Ezt kibújtam az ujjába, azt addig eltakartam, hogy ne fújja meg. Hagyja. A pelus csere. Mindig fejezlek a pelenkázat, látom, hogy tiszta a lápét. Maradj.
Tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Na, ide már helyezem. Hoppá. Jó, így fogom szépen. Kikapcsolom a rajtot. Fogom, kicsatolom a felust így, így kihúzom alulra, megtartom a kis menekét, így popsi törlővel. Mi? Lepattintom a szudokrémnek a tetejét, beterem a kis popsiját, így. Még emelet is mondtam el, tudom a felust, így mi? Két tépőzárat rácsatolom, így. Betépőzárat. Bádit összegombol, így legyen ebben ilyen kis törve. Kész. Megfogod egy picit. Kidobom a belőst. Úgy. Légy szíves, anyuka. Ja, helyezzem be, tessék. Aha. Megfogod a kis belőst. Sportsit a jövőket, így kidobom. Ha persze, így egyszerű. Majd milyen jó lesz, jöhet vele mindenhova, megyünk, hogy utolsó leszünk. Ajjaj, hát nem. Meg fogod nem. Inni egy idő után. Micsoda? Hát ez itt hol létet? Hát már most tudom. Hát ezt elhiszem. Itthon ennyit, nem marad. Gondoltam. Én pörgös vagyok, nem tudok itthon ücsörögni. Köszi Kifli a követést, üdvözöllek, szia-szia! Várjál, hogy itt jobban lett szódom, haló? Mint itt. Á, gec, ez kurva érdekes. Várjál, akkor így beszélek, akkor amúgy jobb. Hát elhiszem, hogy kurva unalmas meg minden, de hát baszki, nem tudsz valamit csinálni. Van nincs messze a 300, nyomjuk meg amúgy. Én bőzettük sem. Az a baj, nincsen alertem, holnapra megcsinálom. De most nincs sajna. És itt is? Vagy hogy-e? Pont ma, amikor ma. Mondd újra még egyszer. Most a 3 vagyok. Box már. Ja, temetés, esküvő, minden mára. Ma kéne menjek az esküvőre, amire nem megyek, viszont a Blankához ma kell menjek. Mi? Mondom, temetés, esküvő, boxmatch, minden egy nap. Ja, hát én. Úgyhogy, ja. És az a baj, hogy nem nagyon vannak rendezvények, tehát tudod, nem nagyon lehet mi. És ilyenkor meg azért... Ja. Hát igen, tudom, hogy milyen. Egy szám, hogy szar, de hát baszki, én sem tudok mit csinálni vele, nem tudom azt mondani, hogy jó. Három óránként legalább az a kéne jönnek, vagy fejned kéne tejet, és akkor megeded, ami... Csak hogyha elmész a pakkossa, akkor meg ez a hol a gyerek. A sír. Halló? Van neked egy szava. Aha, igen, 3 perc ott vagyok. Halló? Hova mész? Hova kell menni? Ha mondtam. Box messre? De a vadászok? De a vadászok? De ki hívott? Az egyik csávó, aki tegnap, vagy tegnap előtt már. Hát ide alba váltad még, akkor mennyi? Csak utána gyereltem vissza. Hát gyere le majd ott el oda. Hát jó. Tudom. Fölmászok rádióra gyors. Na.
Másra is már... Na! Na, Ridáter. Ki vagy, ki vagy, amin? Elég szépen avat is, ki lesz a nap. Hát ő, ahogy gondolom. Jó, hát akkor kiveszem így szépen, így jólat is. Így. Hola. Figyeljetek már. Sietek. Ilyen hamburger, dagad, kövér, trombitás keresünk. Nem tudjátok hova? Trombitás általában a csövesnél szokott izélni. Azt mondta, hogy itt van rákos. A faszom. Na jó, van, akkor kukrás, szedi, azt megjük tovább, még lettem. Jaj. Ki dobta? Ugye jött a Discord. Nagy RP-k, meg ilyenek, haha. Faszért. Meg van, hogy miért lesz. Várjál csak. Így, kész. Így is veszem, picsába. Nem baj. Jó, szépen leüljön. Meg így csak. Köszi szépen, ahogy még egyszer a követést, ha itt vagy esetlen, nyugodtan írjál, figyelek mindenre, egyszer, intézem, egyszer. Az a baj, nagyon belealacódik, ez én számít, egyet, most nem tudok valamit kezdeni sajna. Úgyhogy bocsánat. Kábel, baszki, kábel rezonál, ugyebár. Közben a háttérből is hallatszódnak, bocsi. Mi a fasz? Mondom, hogy nem sütve, és akkor a kicsit. 33 ezer őre felé feladni. Várj, fújos. Fújos. Fújban, maru. De most miért nem baszod el a potekorát? Ja, mi a gondja? Észrevettem, én meg felhoztam a babát közbe. Maxi, sietek. Jó van. Hogy? 350. Mi 350, mi van? Inkább áll. Nem hallottam, jó? Aha. Szia Johnny, szia. Az enyémet? Aha.
erre mondanék valamit. Na. Két legfontosabb személyé tudok lenni, haló. Kis törpe. Azért mennek itt a kis erdék, meg ilyenek. Csomi, Johnny. Az a baj, azért nem akar, azért nem tudtam lenni, mert amúgy azért takarítani kellett, meg ilyenek. Helyzet. Lelkesen fel. Temetés milyen zsákot venni? Ja, nem engem temetünk, nyugi. Azért szar lenne egy kicsit. De amúgy itt miért érzékenyebb a mikrofon? Mint itt. De amúgy mi a fasz? Itt teljesen milyen vesz. Itt meg nem. Mi a geci? Várjál csak. Lehet fordítanom kellene rajta egy kicsit. Várjál csak. Így? Jaj, bocsánat. Nem tudom, hogy kérdezzük én ezzel bármit. Na, így. Na, amúgy így jó. Halló? Eski fullos. Fullos. Tökéletesen jól lehet engem hallani. Amúgy visszahallgatom magamat folyamatosan, nem tudom, hogy hallani lehet. Hogy én hallgatom magam. Na mindegy. De akkor így kell beszéljek, és akkor amúgy így jó. Cice virág. Óvatosan, biztonságosan, jó? Gondoltam. Gondoltam, hogy erre fogod elbaszni, de nem baj. Tudtam. Tudtam én. Hogy ez lesz az első, de nem baj. Ingen, nem zavar. Én tudok ilyet is, figyeld amúgy. Úgyhogy nem tabolok ki. Nézd, mozgok meg innen. És tudok ilyet, nézd. Green light! Küldök egy képet, várjál csak. Hú, geci, ez a sör, ez nem kellett volna. Hú, bazd meg. Na mindegy. Küldök egy képet, várjál csak. Nem láttad mondjuk a setupomat, de tessék, nézd. Jobb lent van valami. Megküldtem Discordon. Gondoltam szólok róla. Na. Anyádat már, de nem írtam inkább. Ahogy. Rendes sörszagom van, baszki. Jó, abba adjam most már. Itt jó lesz? Igen, tulajdonságok. Láttad? Vajak láttad? Mi a fasz? Ha mindegy. Hoppá. A mikrofon, így. Így, na. Így jó lesz. Na, mondja a lényeg, hogy most már nem akarom magamat hallgatni. Csak tesztelgettem, hogy akkor most ez így jó-e. Lehet akkor ez így jó. Na, akkor jó, hogyha láttad, de hát sajnálom, de most már elküldtem megint. Várjál csak, van itt nekem egy olyan Discord, ugye meg van nyitva, azaz. Nagy. És el tudom felezni amúgy. Mert nekem csak amúgy erről a chat kell. Szintén kihúzom izére. Na. Nagy. Hol is van? Mindjárt egy pillanat. Lap forrása. Nem a forráskódot akartam kimásolni, hanem egyedi URL-t akartam lekérni, csak ezt nem találom. Hát és teljes képernyőre, igen, de nekem nem mégse. Kimásolása, és ide bemásolom. Nem. Nincs csak chat.
Jól van, gyere, gyere. Valahogy ki lehetett kérni amúgy a linkjét, de most már nem vágom is hogyan. De amúgy várjál, mert nincs olyan, hogy chat, csak a chatet nézem. Fix van. Csatorna. Itt is van. De, halló. Csetet akarom egyedül. Akkor így faszomat, hát most... Nem tényleg csak a chat kéne. Közvetítés kezelő. Eltűnik, nem tűnik el. Lehet mozgatni, úgyhogy jó legyen, nem mi. Becsukni se lehet. Jaj, nem oda akartam. Egy előfizetőm van. Na. Na, végre. Így. Na, menjünk kajáért. Merre jársz, vagy mit csinálsz? Te kaja meg pia. Nincs itthon kajám, baszki. Dominik, akkor hozzatok, rohadjon meg. Most, így. Bye.
Egyetlen egy követő választ a 300-tól. Így nem jó. Így. Kis cukorfalat. Mindes. Rendben, rendben, jó, jó. Diák munkát keres, ez komoly. Szép volt. Nem tudom átrakni szét. Halló, tessék! Halló! Igen? Tudom nézni azt a Subarut esetleg helyszínen? Igen. Pár percet venne igénybe, ha nem probléma. Mármint, micsoda? Hát míg elmegyek értel, mert... Ja, jó. És azt meg tudjuk beszélni, hogy nem én megyek ér önhöz, hanem ön jön hozzám, mert én dolgozom. Persze, természetesen meg lehet beszélni. Rendben, rendben. Majd egy koordinátát kérnék, mert nem tudom, hogy hol van ez pontosan. Nagy elbetű. Ja, ja, az olasz pizzéria, jó. Aha, lakasz. Rendben, 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 jó. Egy 15, maximum 20 perc. Lényegtelen, itt vagyok,
Rendben. Vissza. 30 ezer zsebbe? Azt mondod, öcsikesz. Az pénz? Cica virág, tudsz jönni? Hova? Haza. Lehet, te mondtam, hogy mindjárt otthon vagyok. Ja, bocsánat, elnézést, csak itt elkalandoztam. Mert mi történt? Hirdettem ugyebár a kocsimat itt szokásosan. Igen? És lehet, hogy sikerül eladni. Megveszi. Aha. Ja, jó. Már itt vagyok a kanyarba. Jól van. Lassan. Nem kell sietni. Ne siessél, jó? Jó, jövök. De nem akartam rád hozni a szívbajt. Az óvó nem lett belé. És így fasz meg. Most az összeset irathatjuk újra. Itt a baba. Na, köszönöm szépen. Darakom a izébe, várja. Jól van. Adj. Köszönöm szépen. Nincs mit, mindjárt jövök vissza. Csak jó, elugrok a kocsi, meg megszereltetem gyorsan. Jó. Na. Jó, oké, én addig gyorsan megyek. Puszillag, szia! Szia! A nálam pénzje az a 7 euró, hát... Jujjjj, az fa! Bazd meg! Bazd ki! Fejem, jaj! Nem tudom, nem vagyok buzi, de ez amúgy bejön így. Így. Baszki. Semmit. Csináltál. Semmit. Aha. Melyik kocsinak adod el? A Subarut. A piros. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Csomi. Halló. Itthon vagyok. Ha gondolod, gyere fel. Itt állok az ajtó. Ma engedlek. De jó, na mindegy, semmit nem mondok inkább. Sziasztok amúgy. Mennek itt a nagy RP-k. Milyen, mi történt? Semmi még. Az mit jelent? El kell menjek szereltetni. Hova tudok egyedül elmenni szereltetni? A súfniba. Ki van a súfniba? Gabriella. Mit fogsz csinálni egész nap? Hallgatni fogom egy darabig. Igen, hallgatom. Micsoda? Az egy K. Tudom, ezért nem fogok leállni vele beszélgetni. Kérek tőle egy adásvételi szerződést, meg kérem, hogy szerelj meg a kocsi, mennyi.
Jumi. Mennyi egy adásvételi amúgy? Többbe fog kerülni az egész, mint 500 euró, akkor inkább itt hagyom a faszomba, azt izé. Csak egy adásvételt kérek, azt megmondom, hogy tessék, itt van. Már hívom is a sprinterest, hülye vagy? Hova tűnt? A kurva száját, rohadjon meg! Bazd meg, pedig az kellett volna. Ezt akkor eladnám a Tuareget is a faszomba. Na már hívom is. Tisztelet. Meg tudnánk ejteni egy találkozót? Érdekel a jármű. Persze. Hol tudnánk találkozni esetleg? Hát a izénél lakok én, ott van egy észak ingatlan és az alatt lévő ingatlan. Aha, esetleg el tudna jönni a pizzázóhoz? Melyik? Ott ami a használt autók kernél van? Igen, egy pár percen belül. Jó, megyek én is, oké. Köszönöm, visszahallásra. Vissza. Gyerekek, lesz egy sprinterem! Azért ez amúgy, geci. Szia. Egy szerelést szeretnék kérni meg egy adásvételit. Rendben. Ember, hát ez kurva jó díl számomra. Neki ennyire nem. Az adásvételi, az mennyibe is kerül? Az 200 euró. Igen? Akkor hozok még pénzt, kettőt szeretnék. Teli vagyok úgyis, mert a gecivel, úgyhogy. Kész a bubarú. Igen, azért még fizetek 50 eurót. Én meg fölrugom a szabályokat, szóval. Jó, oké. Szóval, hogy engem az nem érdekel, hogy mi mennyibe kerül. Itt tulajdonképpen kifizetem és kész. Ez plusz munka magának. Attól függetlenül, szóval. Jó, de ugye az ár az így van megszabva, hogy ugye 200 euró plusz ugye takarítás. Persze, én elhiszem. Micsoda? Értem én, de hát attól függetlenül én nem szeretem azt, hogyha izé nincsen kifizetve valami, nem szeretek fizetés nélkül távozni sem, szóval. Mandon amúgy. Imádom a csajszit. Amúgy jól RP-zik. Rendben. Azt hiszem 100 euró egy darab, úgyhogy a másik felét meg megtarthatja. Úgyhogy teljesen jó. Már régen voltam RBS és ott izé ugyanannyi volt. Még mikor volt RBS. Nagyon szépen köszönöm. További szép napot, szia!
Hú, ott az út, várjál, csak itt van-e. Visszalát. Maga árulja a sprintert? Akkor most vette meg. Azt hittem. Ja, céges? Jó, akkor magának kell a Subaru? Jó, itt vagyok. Meg is nézheti, itt van. Így igaz. Igen. Terepgumivalra. Hát a képen látható volt. Igen, kim van a kép is róla. Azt hiszem igen. Menjen, vigyál egy körre nyugodtan, hát most. Hátulra beülök. Igen, de már Chariot motor van benne. 3000-es Toyota motor van benne. 3000-es sorhat. De viszont a mi boxer hangja van. Ez önmagától is, hogyha egy erősebb kanyart szeretne bevenni 200-zal. De viszont egy nagyon egyszerűen kezelhető. Semmi probléma. Ott most... Igen, egy kicsit. Am? Hát, ez szomorú. Ja, a Mazda 3-as, azt hittem, hogy ez. Hát igen. Köszönöm szépen a követést. Bárni! Szia! Köszönöm szépen a követést, szia-szia! Nekem így maradt. Doc Empire, nekem... Azt hiszem, te vagy a Bárni. Vagy voltál a Bárni. Köszi, amúgy te vagy a 300-adik. Jaj, nagyon jó, nagyon jó. Kész sofőr az úr. Csumi. Ez teljesen fullos, meg terepgumi van rajta, mert hát ilyen poros úton lehet vele, de teljesen földúton azért nem ajánlott, mert porba van ültetve. Hát előre tudok nyúlni, meg hát van központi fejedtség. Mondtam. Egy ilyen... Igen, igen. Hát egy... Hát egy félterepszerűségen tudok magának jelölni, ne hátulra. Csak töltene be a térkép, köszi. Jaj. Jó, hát... Pont azért van az ott, hogy... Meg... Nem. Egy kisebb karcolás talán, de hát... Nem tesz nagy problémát, most volt szerelőnél, szóval. Nem, az nagyon nem. Én már a lendületből meg a szögből láttam, hogy az oszlop. Az fa.
Az enyém is. Hát ezt meg kell szokni, ezt a járművet, de... Van, az mindig van amúgy, ha érdekel. Render, vagy navos, vagy nem tudom mi ez. Jó. Az majdnem, az majdnem egy boom lett. Az boom! Hát meg leszünk. Helybe van, helybe van. A mentő. Isztát, eló, eló. Nem, nem kell, hát most. Apró pénz. Na, azt viszont nem tudom, hogy van-e. Hát ők pattantak le rólunk, igen. Hát igen, ez ilyen. Meg van ezt csinálva. Nem, nem a maga hibája volt egyáltalán. Ó. Igen. De tartja az utat. Azért ne 100 fölött, de 80-ig tökéletesen lehet vele haladni. Jajaj, ezért mondtam. Jaj, mennyire nem lehet vele itt menni amúgy, vagy nem tudom, hogy itt lehet-e, mert azért ez egy kemény földes út azért. Meg terepgumi. Hát igen. Erre van kitalálva elviekben. De aztán ki tudja. Hát ez ilyen fél terepút, ahogy én nézem. Azért itt óvatosan, igen. Na most nem tudom, hogy azért most szólnak-e majd baszki, mert... Baszikát se akarom átbaszni, meg semmi, de... Cigim az mindig van, amúgy. Úgyhogy... Cigi az mindig lesz. Kell nagy mennyiségbe is lesz mindjárt. Intézem. Persze. Hát könnyű autó, úgyhogy... Jaj. Hop, 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 hop. Hát egy kicsit. Hát persze. Hoppá. Volt ott egy szikla. Valami csúnyaság volt ott akkor. Szereti csúsztatni. De amúgy ez félig aszfaltos, szóval ezen lehet menni. Ajjaj! Jaj.
Nem baj. Igen, teljesen full tuningos, igen. Hát azért ott itt nem szabad. Na, rendben. Hát itt is azért állja a helyét. Jajaj. Csak ilyenkor kopog a futómű rendesen az ilyen sima földes út, földön, meg az ilyeneken. Azért nem ajánlott. Nem baj, hát annyi a lényeg, nem menjünk bele a benzinkútba. Hát... Ne, még szeretnék hazamenni. Vár otthon a családom. Hát azért nem mindegy, hogy a saját testemben vagy lélek szempontjából repülök haza. De még szeretnék a húsvér emberi testemben hazamenni. Ha nem bánja. Körülbelül 300 km lehet a gépjárműbe, úgyhogy nem is sok. Nem használtam annyit. Hát ez ilyen gyűjtői darab alapból is, versenyre se lehet annyira használni. Ha csak nem ilyen magán versenyt szerveznek tabletről vagy valami. Már C kategóriás, úgyhogy ez ilyen gyűjtői. Úgyhogy... Itt lassan. Hoppá. Jó. Hát itt át balra. Vagy jobbra, nekem mindegy. Maga szeret a törvénytelen úton menni, akkor erre is mehetünk. Hát most átvágni. Hát de nem szembe megyek semmivel, jaj. Ezt újra? Rendben. Persze. Sugy. Oszlop, au. Még... Hát igen, csak szokni kell. Hát 30 ezer. Ja, hát azért 200 euró. Ja, már nem kell? Hát... nincs még 30 ezer. De amúgy... Jó lett. Csak azért, mert hatkoztam, akartam megnézni. Hát... Nem... Nem tudom, hogy mennyie van. Persze. Hú, nálam nagyon csúnyán néz ki szegényként. Meg tudja nézni? Jaj, bezárom addig. Jaj, nem. Nagy. Csak túl akarok adni rajta amúgy, mert a sprinyó kéne nekem. Nem azt mondja, hogy 20 ezer, már csapok is le rá engem, nem érdekel. Igen. Ezért csak 13 ezer. Ó. Hát nem tudom, akár részletekbe is lehet.
persze, de hát részletekben is ki lehet fizetni egy gépjárművet, csak ne játssz el a bizalmamat, ugyebár azt ennyi. De. Már hogyha szeretném, most átírom, mondjuk most fizet egy 10-est, holnap meg akár a többit, hogyha lesz annyi, persze. Hát csak nyugodtan, hát... Dominik? Nem arra van, de azért a pályán azért van. Hol vagy? Dominik? Azon gondolom, hogyha kapnál egy... És ez le van ültetve? Igen, egy kicsit. Azt hiszem, legaljára. Igen? Hát akkor jó lenne persze, csak kicsit visszafognál menetszél. Hát igen, de hát ez annyira nem nagy izé. Szép autó, csak nekem. Ez a mozdás. Nem? Hát a formája az igen, de amúgy kinézetre egy már nem. Hát igen. Hát inkább egy Mazda 6-os crossover inkább úgy néz ki. Rendben. Mazda 6 vagy Mazda 5-ös crossover. Csak onnél tudom, mert nénémnek olyan van. Hát most előttem kombi van. Nyilván nem csak kombi van. Arra valahogy azért egy kicsivel jobban hasonlít, én szerintem, mint Mazda 3-ra. Ja, teljesen igaz. Jogos. Mondjad. Ja. Bocsánat, lerakom. Ja, de mondjad. Nem. Mondjad, hol vagy, Dominik? Na. Csak nyugodtan. Milyen boltnál? Jó. Mizu, csak azt akartam kérdezni, Mizu. Ja, éppen itt üzletelgetek az óra, próbálkozom. Ja, jó, oké, akkor lerakom. Nyilván. Úgy szóltál hozzám, hogy... Jaj, nem, bocsánat, elnézést, én kérek enne, bocsánat. Ne haragudj. Majd kapsz egy puszit azért, jó? Jó, oké, majd beszélünk. Oksi, szia. Szia. Na, bocsánat. Rendben, hát, ahogy érzi. Tiszteletem, olyan kérdésem lenne, hogy eladta a sprintert? Igen. Hát az jó. Hát akkor mindegy. Akkor köszönöm szépen. Ennyi szerettem volna visszahallásra. Nincs vissza. Na van, akkor mindegy. 30 ezer volt. Igen. Azért próbáltam lecsapni rá minél gyorsabban. De hát nem sikerült. Hát nekünk meg nincsen a mentőszolgálat, nem csak a másik féle sprinter. Mentős meg? Ja. Az vagyok. $50,000. Használtan 55-t is szokták eladni, meg ilyenek, úgyhogy... Á, köszönöm szépen. Hát, de mondjuk lehet, hogy... Nem tudom, cigarettátok van-e? Meg... Á, nem. Majd legközelebb, mert most az abban rohannom kell még mindenfele. Csak gondoltam, elhozom a járművet, kipróbálhatod ilyenek. Menj el a számomat, úgyhogy mondjuk, hogy nem tudom, Subaru vagy ilyesmi. Szeretnéd. Aztán írsz egy SMS-t, hogyha megvan a pénz, ezt hozom.
85-40, igen. $30,000. Szóval nem egy nagy összeg. Honnan vette azt a Porsét? Ó. Oh. Ha mennyi volt az a Porsche? 60,000. Az nem rossz ár értem. Az jó. Hát ez egy jó vétel volt attól függetlenül. Hát persze. Na jól van uram, nekem viszont mennem kell, úgyhogy további szép napot magának és kitartást a munkában. Viszlát. Baszki, nekem megjelenésem van a bizé. Micsodát? Nem. Ja, azt láttam. Jaj, jaj, jaj. Hát kell kéressem a kocsimat. Amivel megy... Ja nem, hát itt az a Z39, az itt van. Jó. Mindenki adogatja el a kocsiait amúgy. Felhívsz, légy szíves, Flóra. Tuti? Itt vagyunk a Pink Hotel szembeni ruhaboltba. A Dominiknak eljöttünk venni ilyen vizét. Akkor jövök oda. Aksi. Kérhetem uram, vagy kéri? Ja. De jó, megint belebugolt ez a szar. Dominika, megtaláltad, hogy hol van, akkor mondd már, hogy hanyas polc. Jó, majd ott személyesen, mert hangos az autóm. Jöttünk, csak kicsit túlmentünk. Én nem veszem ki a kulcsot. Majd. Csomi, na hanyas? Száz? 88. 88, jó.
Hol van, itt van. Hogy? Miért? Ha miért? Hát azt kérdezem. Baby csőszködsz, bazd meg, kész. Legyen már szed. Megkért téged a flóra, ennyi, kész, pont. Tulajdonképpen ezt akartam mondani, hogy mindig azt mondja, hogy a flóra gyereke. Ilyen zöld, én ilyen izét. Ilyet teszek, ehe. Így. Érdekes. Adja magát most. Ja, akkor végül megvetted az autót. Sajna, nem tudtam, bazd meg. Nem, miért nem? Mert elvitték előlem. Hát nem úgy volt, hogy lesz egy 30 000-es autó? Hát nem. Mert nem vette meg a faszi a Subarut. Úgyhogy ja. Na de viszont Flora egy picit ki tud, abba tudod hagyni a nézelődést, mert nekem meg közben sietős a dolgom, mert menjünk a temetésre. Kicsit ide tudsz jönni, adok egy puszit és megyek, mert megyek temetésre. Persze, gyere Dominik. Hát a babának hamarabb. Szia. Jó, kitartás. Hát... Állad, ne vidd már a kölköt! Utána majd felvidítszalak. Oksi. Ide álljálok a kis Danielhez. Adok a homlokára egy puszit. Na, mentem, sziasztok, legyetek jók. Meg át is kell öltözzek, baszki, ki kell boxoljam a izét, a lakcipőt, minden, faszom. Késse vagyok, azt sem tudom, hol vagyok. Luna, itt vagy. Yeah. Tisztelet, csókolom. Egy olyan jellegű kérdésem lenne, hogy hol kell megjelenjek most, mert már nem tudom. Nem tudsz, hol van az emetőte? Nem, bazd meg. Tessék. Nem. Elküldöd? Elküldtem. Na, szépen köszönöm. Talpat csókolok, meg ilyenek, tudod. Csak a szoki. Hát nem. Csak a szoki, na. Puszikállak, rohanok. Oké, hello. Szia. Tudom, hogy még 5 perc, bazd meg, de hát... Faszom. Jó van, most nem fáj át a karakternek, leszarom magasról. Hogy? Ne, a maszkot vedd föl! Na. Már csak 4, haló. Azt se tudom, hol van, baszke, kibaszott temető. Sose voltam, vagy voltam már ott, de... Nem mostanában volt. Vum, puk, semmi baj.
mondom. Halló, halló. Szép estét! Üdvözlök mindenkit! Lassan nagyjából ide ér mindenki, akit várom? Lassan, igen. Az ki a, kinek a kocsi? Ha nem elég, hogy magas sarkúba vagy, megtaláltál a patkára? Nem vagyok, mint egy törpe. Este. Nem is ki a törpe. Kérre én. Csomi. Nem tudom, hogy ilyenkor szokott egy gyászmenet menni, vagy valami, vagy nem tudom, amúgy egyáltalán haló. Életemben nem voltam, vagy voltam temetésen, de hát nem egy RP szerven, amíg bár. Off, na mindegy. Sziasztok. Van nekem hogy egy jobb módszer, erre nekem van egy jobb módszerem, de most nem fogom így jönni. Sziasztok!
várjuk, valami szól, vagy menjünk be? Tessék, tessék. Gyertek be. De amikor kéne, akkor mit sem. Na! Ha? Semmi. Mit tettem volna? Nem ettem semmit. Vajas kenyeret ettem. Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen. Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, a Szentlélek egyesítő ereje legyen. Mindjárt eszek. Illúzió romboló egy kicsit amúgy a izé. A Magnóna mindegy. Nem tudom, hogy csak számomra vagy sem. Tudja ő, hogy kell? Szenvedésének, halálának és föltámadásának ünneplésével az Isten irgalmas szeretetével ajánljuk bárni testvérünk emlékét, akivel közösségünk nem szűnik meg, még a halálon túl sem. Annak a Krisztusnak nevében állunk itt, a megszentelt helyen, testvérünk földi maradványának közelében, akinek megváltó halálából és föltámadásából fakad reményünk, hogy rendeltetésünk és sorsunk nem az elmúlás, hanem maga az élet. Ez a hit erősítse minket ma, akik elhunyt szerettünk családtagjai, rokonai, jó barátai voltunk. Imádságunkkal köszönjük meg az Úrnak, hogy életében a miénk volt ő, és ajánljuk őt Isten irgalmas szeretetébe. Istenünk, mozgóságunkban fölragyog a hitvilágossága, mert tudjuk, hogy fiad Krisztus feltámadásával úrrá lett a halálon. Most ennek a meghalt, de föltámadt Krisztusnak a nevében jöttünk el, a testvérünk emlékei mellett tanúságot tegyünk keresztény reménységünkről. Urunk, készítsd elő szívünket igéd meghallgatására és befogadására, hogy megtaláljuk a sötétségben a világosságot, a kételyben a hitet, és a Szentírás szavai nyomán
egymás közt megvigasztalódjunk. A mai szertartáshoz tartozik egy evangélium részet is Szent János könyvéből. Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok. Jézus itt tanított az utolsó vacsorán. Mint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Ha én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szeretlek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, nem én választottalak titeket. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok. Maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi. Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, és keresztény reménnyel eltelve, gyertek velem, és vegyünk búcsút drága testvérünktől. Az ég angyalai és szentjei vegyék oltalmukba Isten gyermekét. Kérjük az Urat, ajándékozza meg testvérünket örök szeretetével. Fáradjatok hát velem. Elhúny testvérünk, a keresztvíz által Krisztushoz kapcsolódik, múlandó földi élet idejére. Megváltunk jósága engedje, hogy dicsőséges feltámadásban is részesüljön az utolsó napon. Mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjének szent jele legyen rajtatok. Jelben váltott meg minket a megváltó, jelben van üdvösségünk. Isten saját művét, akit képére és hasonlatosságára alkotott, nem adja végérvényesen pusztulásra. Ezért bizalommal adhatjuk át meghalt testvérünket a mi kezünkből, az élő Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek kezébe. Kedves testvéreim,
szertartás befejezésének közelettével drága testvéreinkért mondjunk el egy közös imát. Ismételjétek kérlek utánam. Irgalmas atyánk és végasztaló istenünk. Irgalmas atyánk, végasztaló istenünk. Könyörgünk testvéreinkért. Könyörgünk testvéreinkért. Kiket magadhoz szólítottál a földi életbe. Kiket magadhoz szólítottál a földi életbe. Tekints hitükre. Tekints hitükre. Tekints hitükre. Amelyel életükben hozzád fohászkodtak. Amelyel életükben hozzád fohászkodtak. Jó, szép vagy, Johnny. Igen. Tekints reményükre. Tekints reményükre. Tekints reményükre. Amelyel életükben benned bíztat. Amelyel életükben benned bíztat. És tekints szeretetükre. És tekints szeretetükre. Amelyel nem tagadtak meg. Amelyel nem tagadtak meg. Bocsáss meg bűneiket. Bocsáss meg bűneiket. Számíts be jó tetteiket. Számíts be jó tetteiket. Kegyelmeddel segítsd őket. Kegyelmeddel segítsd őket. Add meg fáradozásoknak jutalmát. Add meg fáradozásoknak jutalmát. A magot pedig, amit elvetettek. A magot pedig elvetettek. Érlelt gazdag termésé. Érlelt gazdag termésé. Krisztus, ami urunk által. Krisztus, ami urunk által. Ámen. Ámen. Most pedig, ha valaki szeretne szólni pár szót, az kérem, fáradjon ki. Dóna. Nyugodtan, jó hangosan, mert sokan vagyunk. Tudom, hogy nehéz. Hát, nem hittem, hogy a nap, ez a nap ez ilyen hamar eljön. De hát itt vagyunk. Várni. Hatalmas írt hagytál itt mindannyiunkban. Senki nem fog tudni pótolni, előszintén nem is akarom, pótoljon bárki. Emléked mindig velem marad. Akkor visszagondolok arra, hogy milyen hülyeségeket csináltunk egész életünkben. Egyfajta fájdalom, szomorúság tölt el, mert tudom, hogy több hasonló emlékünk. Már nem tudunk együtt gyűjteni. De tudom, hogy ez a fájdalom időben múlni fog, és boldogan fogok tudni visszaemlékezni a közös ügyességeinkre. Nem kívánhattam volna jobb áldást magamnak. Mindig vigyáztál rám, és mindig mellettem álltál, akkor szükségem volt rád. Hiába nőttünk fel, sosem engedted el a kezemet igazán. Ez volt a saját életünk, és meg voltak a saját problémáink. Nem egyszer veszekedtünk is, de mindig kimékültünk, és kapcsolatunk erősebb lett utána. Remélem, ahogy ígérted, valóban a csillagok szekélyével tekintesz rám, és vigyázol rám odafentről. És amikor az én időm is eljön, állni fogsz rám. Éljem, drága meg, most megtaláltad a nyugalmat, amit kerestél. Szeretlek bárni, és hiányozni fogsz mindenökké. És
köszönjük szépen. Még valaki esetleg szeretne szólni? Ha senki más, akkor kérlek helyezzétek el a látatok hozott virágot itt a síron. A három közül a középső. Hogy békében. Istenünk fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet. Kedves testvéreink, és minden meghalt hívő Isten irgalmából nyugodjék békében. Amen. 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 Szertartás ezzel véget ért. Menjetek békével. Nem is tudom, mit mondjak egyszerűen, csak annyit tudok mondani, hogy őszinte részvétem. Kitartást.
Ahogy engem nem csak WC hatott meg a dolog, hanem OC is, úgyhogy azért nem beszélek, bocsánat. Természetesen igen, tudom, hogy Barry él és fekete lett, de én... Na, ezt így nem tudom. Meg ugye bár így van leítézve, hogy meghaltál. Szóval... De akkor is baszod. Kurvára... Szar amúgy az, hogy az egyik karakteremmel tök jobba voltál, a másik meg éppen a temetéseden van. Azért ez kurvára szar. A számomra ez az, ami nagyon szar. Inkább követem a sort, nem veszek szemét. Hello. Szólok, hogyha lesz valami ezzel kapcsolatban, jó? Sokarok nagyon hívnak. Ez meg. Vége a temetésnek. Itt vagyunk, fodrasztán. Jó van, én még átöltözöm, meg kicsit megmosom az arcom. Jó.
Amúgy szétadom az új karaktered. Az is teljesen jó. Nincsen vele semmi probléma, semmi, csak szar, hogy elment a... Itt hagyott minket a... oda bárni. Vonadás vétemén. Ezt el kell rakni. Kell vegyek piát ki. Nem tudok piát kimenni, úgyhogy... Még egy kaja? De van piám még, ami. Na így a... Közösséges úgyis. Ami itt a leglegfintőbb. Menjünk, mossuk le az arcunkat. Szépen. Baszki, és ott volt a kezem között, és ott küzdhettem érte, küzdöttem, ahogy tudtam, és nem fér a fejembe egyáltalán, hogy baszki, és még mindig ezen jár az a szem. Baszki. Kurva Isten, nem hiszem el. Látom, hogy neked is van. Na, Csumi? Ó, baszki, nincs is itt. Van nálam annyit van. Ott hagytam a izén. Át akartam kérni, csak nem tudtam. Szia! Oda akartam menni hozzátok, de akkor tolatok vissza. Semmi normális hajat magamnak, szóval ez marad. Nyilván van. Aztán ennyi. Oh.
Na, gyere. Vigyél le arrébb, gyere. Az ki a faszom? Az gond. Sziasztok, az sziasztok. Az gond. Elment. Hova mész? Kérdezni nem tudod, hol vagyok, jó? Ha te kérdezed, akkor én meg fölveszek az ingatlant, és nem nézok le egy képüket. Mind a kettőnknek geci nagy gond, ezt ugye tudod? Úra! Mind a ketten most kurva nagy szarban vagyunk. Csak hogy tud, Dominik. Nem baj, ennek meg kellett történnie. Nem baj, azt hiszem csak ő volt itt, hanem... Felsőzök másik talán. Ha érdekel, ott volt a Keti meg a Kevin is a temetésen, úgyhogy... Már láttam távolról, hogy az a fogba az meg. Az meg Konami fenn van, hogy Elza, nekem az Elza is jó az meg. Ember, hogyha én ott nem izélek. Johnny, vedd már föl, bazd meg! Én messze vagyok a várostól, Dominik meg a házában van. De már elmentek amúgy a Ketiek innen. És amúgy, na mindegy, de... Mondjad! Hát semmi, egy kicsit felbasztam.
Nem, most én nem értettem, nem rajtatok basztam fel magamat, csak most nem értettem, miért mentek el. Ha már engem egyszer megvert, akkor többször is megfog. Hát én többször is találkoztam már vele, és még eddig nem vert meg ott. Ha nem csinál semmit, nem fog megverni. Megöleltelek, és látta. Tuti. És? De nem szólt érte semmit. Nem, inkább elment. Én felhívt a gyereket volt nálam, és látta. Na, az viszont... igen. Én szerintem meg a várostól távol maradok, és itt élek egy darabig. Nem, most én lemegyek, és én lemegyek, kivagyok a palatóba. Nem ott vagyok, de menj oda, ahova akarsz. Én nem mondom meg, hol vagyok, ez most biztos. Tudom, itt nem, én kimegyek a szigetre hajóval, és ott fogok én. Amúgy ez nem egy szeretlet. Csatlakozom a rádióra inkább. Mert nem értelek még mindig titek. Hát csak kicsit fosunk a Tupaktól, ennyi. Hát most nagy probléma nincs. Kurvára nincs mit tőle fosni, mert ha annyira meg akart volna venni, téged ma megtehette volna ott a veret. Jó, még kicsit pácba vagyok, Mizu. Na, miért, mi van? Még értem, téged nem. Na, mi a hát az, hogy a pakkos meglátott, hogy én ölelgetem a izét, a Flórát az éjszakinál. Most? Igen. Oh, ha tudni akarod, hol vagyok, úgy Sandy körül. Menjek érted? Nem kell, kocsival vagyok, eltűztem onnan abban a pillanatban, ahogy voltam. Na, ugye, hol vagy, oda megyek? Na, most éppen a keletire megyek. Keleti autópálya. Találkozzunk valahol, jó? Bánya melletti benzinkút. Oké, oké, a Dino-nál. Azaz. Oké, ott leszek mindjárt. Oksa, köszi, csöcsö. Ciao. Imádom a Johnny-t amúgy, kurva jó karakter csinál, meg tud sértődni, de mikor baj van, ott van. Ott van a Serena Johnny, de most kurvára féltenem kell magamat. Most egy el is bújok. Azt nem tudom, hogy lehet a tartózkodási helyet másolni. Töltsd be? Nem, nem lehet. Jó. Mindig rád kerül a hordókkal. Hogy a drámára megjönnek az emberek, és amúgy ez tetszik. Közben nézem a laptopról a chatet, meg mindent. Baszki.
az meg, Peci. Kurva Isten faszát. Jaj, basz meg. Faszomat. De és a Flóra nem mondott erre semmit, vagy mi? Azt mondta, hogy mivel nem vert, meg ezért nekem nincs okom most félni. Mondom, köszi. De basz meg. A Flóra is kiállhatna már ezért az ügyért. Ne csak te, izé, csináld a dolgokat. Neki kéne lépnie már. Ökömet eldobom már. Hát ja, ott izé meg akart vigasztalni, meg ilyenek ugye báradta izébe a garázsba, ugye meg akart ölelni, mert hogy látod, csápadt az arcom, meg ilyenek a történtek. Mert hát ott most konkrétan falfehér vagyok, szóval, hogy itt most megnézed itt a izét, a betűt, az konkrétan egyezik a tónusunk szerintem. Kösz, világ is ki a szemem. Úgyhogy most nem tudom, hogy mit évő legyek. Szerintem minden egyes másodpercben attól kell féljek, hogy ő valahol fölbukkan egy egész csapattal, mert szerintem nem egyedül fog most már csak jönni, ahogy a múltkor tette, akkor is többen voltak. De ezért az az, hogy ő egyedül nem fasz a legénybe az meg. Akkor már bármit csinálni, hogyha mellette vannak. De nem ám, hogy a Flóra is... Mondd már meg a Flórának ezt már. Ezt neked mondom. Tisztázz a levele, mert ez így nem megy. Ezt most mondom neked. És ezt nagyon jól tudod, hogy ezt neki kell. Jól van. Tisztában vagy vele most. Nem, a, nem bántásból mondom, de neki kell ezt letisztázni, mit akar. Ez így nem oké. És elhiszem, hogy szarul vagy, most én sem vagyok a legjobb faszban. Pláne most jöttem is onnan a temetésről, de hát te is. Úgyhogy faszomat. Mindenki csinálja, az is most jött a temetésre, de már csinálja azért a paszkodást. Jó, hát a Dominikot még jobban keresni fogja, mert nála volt a víz a Flórának a gyereke, a Daniel. Az igen? Úgyhogy... Ezért mondom, ez a csaj nem egy életbiztosítás, amúgy. Nem, csak szereti bevonni a barátait, ugyebár lejöjjön róla a termi, meg segítünk neki. Én ezt értem. Mi? Én ezt értem. Csak a Flóra is, akkor megmondhatná a pakosnak, hogy... Tudja, tököm már nem érdekel, hogy hívják. Kolos inkább, így mondta, hogy Kolos, az az igazi neve. Jó van. Nekem Kolosvári szalonna is lehet felőlem. Jó van. Aztán... Meg Flóra is már tettek mezére lépetni, mert most már nem állapot. Hát tudom. Meg beszéltem tegnap a Lunával, mondta, hogy izé, tegyen választás elé. Így van. Válaszom. De most. Még ma. Mert ez így nem lesz jó. Vagy tőled, vagy akar tőled valamit, majdnem. Dönts el, mit akar. Hát tudok nehéz dolgokhoz folyamodni, csak meg kell tudjam, hogy jóban vannak-e vele. És... Nincs-e nehéz dolog. Megkérdezed tőle, igen, vagy nem. Ennyi. Rövidre kell zárni. Faszt kell húzogatni tovább. Most így is várom egy óra múlva, lehet viszik el a kocsimat. Mert? Eladod? Mm-hmm. Melyiket? Ezt. Hogy? 36-ért viszik. Az kevés, te hülye. Mindenki drágálja, hogyha egy 40 érnek. 40 alatt nem, eddig nem lehetett venni ilyet, úgyhogy ne, tartsd meg akkor inkább, ne add el. Én értem, hogy kell a pénz, akkor inkább odaadom az a marokot és menjet eljezni. Nem arról van szó, hogy másik kocsit szeretnék venni. És kinéztem egyet. És mit szeretné venni? Hát most vagy Nissan GT-et néztem. Igen. Vagy hát még igazából van még egyéb választás. Majd meglátom. Csak az a baj, így 40 ezrem lesz, abból kell majd kikalkulálnom. Hát ha esetleg egy Subaru-ra esne a választásod, tudod, hogy kit keres? Tudom, de nekem nem olyan Subaru kell, hogyha Subaru is tudod. Hát az külföldi, az importos, csak mondom. Oké, csak tudod melyikre gondolok, az Impreza. Persze, tudom, az Impreza VRX-ST ugyanúgy, csak... Csak az Impreza. Tudom melyikre, tudom, de az nekem úgy nem gyere be annyira. Na most van rá egy érdeklődő, de hát... Mm-hmm. Most elmondták, hogy egy óra múlva viszik mindenképp, hogyha jön. Na. Jó, van, ennek örülök. A tegnap itt meg csak ketten között kellett volna megbeszélni, mert amúgy
nem akarok tényleg semmi rosszat, meg nem panaszkodásképpen, hanem az, hogy ahogy hozzám áll a Blanka, én ezt akartam elmagyarázni, hogy hozzám áll a Blanka. Hagyjál is most a Blankáikkal, légy szíves. Láttad, hogy temetésen nem szólt egy munkot se hozzánk, mert az előbb az meg belém álltak a mentőszolgálatnál, mert hogy elmondtam neked. De nem, de ne csacsolj róla, hogy kinek mondod el és mit. Én nem mondtam, nem, rá se kérdeztem volna, hogy tényleg meghalta a gyerek, pont leszarom. Nem csak mondtam, hogy elmondtam neked, mert azért mégiscsak a barátom, hogy azt mondja, hát hogy képzelem meg, hú. Hogy képzelem? Mit képzelek magamra? Rákérdez, akkor azt mondom, hogy nem vettem figyelembe, hogy mit mondta, nem figyeltem és kész. Hogyha izé kérdezi, hogy mondott-e valamit, de, de mondtam, hogy össze is verekedtünk utána, úgyhogy. Ja, hát akkor az már mindig. Te nagyon biztos, hogy törekedsz, hogy izé. Hogy valamiből ne tudjalak kirángatni, bazd meg. Én őszinte ember vagyok. Mindenből az igazat mondom. Jó, de ilyenkor inkább ne. Már amúgy... De én nem tudok hazudni. Én tudok. Csak attól függ, kinek kell. Én nem. Inkább vagyok becsületes és egyenes ember, mint hogy hazudjak. Lehet, hogy utáljanak azért, mert kimondom az igazságot, de inkább ezért utáljanak, mint azért, hogy hazudok. Várj, el kell mennem ide csövelni hátra, mert baj lesz. Jó, menjünk. Ez az én gatyám, de akkor is. De még az enyémre is ráhugyozó, lehet megverlek. Az enyém az most drága volt. Hú, úgyhogy, ja. Visszamegyek mindjárt a városba. Lenyugodtam. Elhiszem. Addig akarom, az a baj, addig akarom húzni ezt az RP-t, még nem tudok egy hosszabb börtönt adatni neki, vagy valami, mert megérdemelni, úgymond azért IC. OC amúgy nem, amúgy semmi problémám nincsen vele, de odáig akarom húzni, hogy, ja. Te meg végezz már. Úgyhogy ja, odáig akarom húzni, hogy egy kis börtön legyen. Neki. És hogy észrevegye, hogy azért én értem, hogy nagy a szája, meg minden, meg hogy... Hogy ja. Így többet nem tudok róla. De nem is baj, nem is kell tudni többet róla. Lóra nem avatott bele a dolgokba. Majd beleavatott, akkor jó lesz. De meg gyere már Johnny-val, nekem lassan menni kell. Na kész vagy, mert nekem közben menni kell vissza. Most már, oh. Lenyugodtam. Hát visszamegyek a városba, elköszönök, aztán megyek aludni. Na hogy vagy? Hát... Később lehet fölkelek még. Ja. Persze. Csak most egy kis csúcsú van. Aha. Azt jön. Hát jó. Akkor én is hazamegyek akkor. De amúgy meg azért akarom, azért nem csinálok semmit, Johnny, mert börtön mögött akarom látni ezt az embert, és azért húzom az időt. Azért játszok az oroszlán bajszával. Uh-huh. Hát figyelj, én most azon gondolkozok, hogy lehet, hogy szakmát váltok. Mit, mire akarsz váltani? Nem jó irányba. Na van egy kontaktom, érdekel? Hát, kiről lenne szó? Konami.
Ajánl neked munkát. Ad, hát vagy ad igen. Neked munkát. Nem jó irányba. Hát... Mármint úgy értem, hogy... Bemondok itt és... Hát jó, gondoltam, de kérdezem, kell munka, vagy nem kell munka? Milyen munka? Hát... Mondjad, nem, nem jó irányú munka. Meglátjuk. Nem jó. Tudom, hogy itt van a városban. Vagy... Most jelenleg nincs, de szerintem holnap lesz. Jó. Kell, megadom a kontaktet. Jó van, de nekem mennem kell, tényleg már is ijetek. Ja, úgyhogy okay. Elküldöm a kontaktot, jó? Jó, oké. Okay. Vagy majd beszélek vele, nem tudom még, de mindenképpen beszélek vele. Jó van, mert lehet, hogy ez lesz a helyzet, mert... Jó van. Kezdek kicsit besokálni a dolgoktól. Persze, én próbálom húzni, ameddig lehet. Subaru, azt te írtad ki? Nem. Valaki folyamat licitál rám, úgyhogy... Vagy ugyanarra az ára hozza, úgyhogy ja. Na jó van, mentem, csumizlak. Csumi. Ki se vettem a kulcsot, bazd meg. Az meg! Oh. Persze, de hát kipiteltetek, baszki! Hát neked sem ment! Hát a butyika. Hát mondjuk az autónak már biztos voltak szemnapjai, mint ami most néz ki, de... Hát az lehet. De hát amúgy kanyarodó, vagy hát hogy mondjam... Betorkoló sávnál fékezni is kéne szép lassúra. Kikérem magamnak, figyelj, azért 360 km per meg kéne fogni, igen. De hát, fél, igen. Nem kezdkedjük. Na jó van, peace. Nem itt kéne menjek egyáltalán, de máshol már nem tudok. Úgyhogy, ja. Nem baj, most már ez így ilyen lesz, ez van. Nem vagytok a házadba? A lakásodba? Igen. Fel tudsz hívni? Hogyan? Ne legyen ott. Kérlek, könyörgöm, ne legyen ott. Dominik már halott lenne.
Igen. Van kajad? Ezért... Oké. Négy. Vassza. Kösz. Nem mondtam, már majdnem mondtam úgy, hogy én biztos, hogy nem megyek. Én a mai napra sem megyek, én elalszok nálad a szekrénybe, vágod? Jó vagyok én ott a szekrénybe. Jaj, Isten. Én is most elköszönnél. Csak annyit... Igen? Megyek aludni, mondtam. Igen? Igen, de majd később. Hát most majd mindjárt, aztán később fölkelek még, jó? De nem, az mikor mondtam. Ja, mikor mondtam, jó, mielőtt elmentem. Ja. Igen. Kicsit nézegettem a te csimet. Jó. Jó. Ezért egy olyan listát hattak. Aha. Pillanat, írok egy esemet. Csak nyugodtan. Ezt nem mondta, hogy itt van. Könyörgöm. Nagyon sokáig húznom kell azt, ameddig lehet. Írni? Vagyok. Na várjál, megkönnyítem a dolgodat. Mindjárt jövök. Jó van. Dominik? Igen? Van cuccod? Van gramma, gondolsz? Igen. Hogyne lenne? Mennyi? Hát azt visz rendeltél, ma ezt visz 30, akkor még van 70. Jó, majd kell mind. Vagy nem, majd vagy... Jó. Küldte. Jó, nagyon imádlak. Szia. Ja. Ez most így sok lett egy kicsit nekem, egy kicsit beszartam a pakostól, meg így a temetés után, úgyhogy így azért mentem, kicsit fel kellett dolgozzam a dolgokat. Jó, hát meg beszélünk róla úgyis. Jó, jó. Hát a te helyzeted hát kicsit nehezebb, ahhoz kicsit tovább kellett volna kint legyek. Köszi. Bocsánat. Köszi. Bocsi. Hozzá nekem szalagszat, akkor jó. Jó, megoldom, megoldjuk persze. Nem van lejárt, gondolod. Az nem jó, azt ne. De megoldjuk persze, megoldunk mindent. Az a helyzet, hogy ez a mai naptól már érzem, hogy vagy a mai nap, vagy a holnapi nap. Hiszem, hogy meg fogok hallani, nem mindegy. Nem fogsz. Szerintem nem fogsz. Miért haldál meg? Na jó, van. Puszikállak, légy jó, vigyázz a picire. Jó, meg a Dominikra is. Ja, igen. Most már akkor két gyerekre. Igen. Milyen gyerekre? Idősebb nálam. Nem baj, na most nagy gyerek. Idősebb vagyok mind a kettőt. Hát ez zavar ez. Hány éves is van? Hogy mit mondta, hány éves vagy? Ki? Dominik. Dominik, mennyi vagy? 29 év. Ja, az igen. Jó, hát akkor 10 év választ el. Csak jó van. Én meg 20 leszek. Én meg 19, úgyhogy vagy jó lesz ez. Nem, 21. Már hány éves? 21, nem, 20. 21, de nem, 21 leszek. Ja igen. Jó, bocsánat. Nem tudom ma. Várjál, már én sem tudom. Jól van, na, de én viszont megyek aludni, nem tudom. Hát, Jó, oké, és mennyi, csak úgyis mennem a Blankához most itt vissza. Jól van.
Hát akkor kitartást a babasíráshoz. Köszönöm szépen. Na. Sziasztok. Szia, jó hét. Na. Ez így jó volt most. Egynek. Ha nem neki írt, akkor jó. Itt van valahol? Nincs. Jó, most fölmegyünk. Kell most bujkálnom kell előre. Ami nem baj. Holnap ugyaninnen folyt köv. Most ezt nem tudom, hogy a babának adta vagy nekem, na mindegy. Ez gyors megkérdezem. Na, köszi szépen a figyelmet. Holnap 14.00 vagy 16.00, szóval 4-től itt stream. És bujkálós RP szerintem. Meg mentőzünk, meg ilyenek. Na, csumi.